szép borús napon hajat fogunk vágni, leklavágni a hajamat, ugyanis kezd hosszú lenni, ahogy látjátok. Nem olyan túl hosszú, de azért kezd hosszú lenni. Úgy akarom levágni, mint a pálmafa. Így fel akarom itt vágni, és még meg akarom növeszteni egy kicsit itt felül, hogy így állni, ugye. Jobban nézzen ki, mint most. Aztán már meglátjuk, mi lesz belőle. Hogyha nem sikerül, akkor levágom itt is, hogyha sikerül, akkor itt meg vagyok, hogyha túl hülyén néz ki, akkor írjátok meg ide kommentbe a videó alá, hogy le kéne vágni, vagy meg kéne hagyni, de mindjárt, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy álljunk neki. Megnézem hátról is, ugye hátul nincsen tükör, és elég nehéz vágni tükör nélkül itt hátul, úgyhogy nem látom, úgyhogy próbáltam találomra egy körbevágni, de na mindegy, megmutatom milyen lett. Aztán majd írjátok meg, mert nem látom, hogy milyen lett. Ti most látjátok. Bármikor szerkeztem, én is fogom látni. Na mindegy. Na, oda néz, szerinted milyen? Egyenletes vagy nem egyenletes? Jó vagy nem jó? Várjál, mutatom. Mindenhol néz. Itt. A tükörben, ott a kamera, ott filmezem, látod? És nem tudom, te jó lett ez, vagy nem lett jó? Olyan hülye néz, kezdek itt kopaszodni, vagy mi történik itt? Komolyan mondom. Nagyon nem lesz ez így jó. Meghagyjam, vagy ne hagyjam így meg? Látod? Mit csináljak vele? Levágjam az egészet. Megzonyoztam magam, oda nézzel, látod? Itt vagyok a fürdőszobában, és nem tudom. Régen mindig egy izére leszoktam vágni a hajamat, ugye ilyen egy. De nem tudom, most valami új stílus szeretnék, valami itt fölül egy kicsit hosszú, nem olyan túl hosszú, de mégis hosszabbat, vagy nem tudom, lehet, hogy nem tudom, hogy néz ki. Na mindegy, ugye most gyorsan megtörölközök, mert még a fülemből is látok, folyik a víz. Úgyhogy borotválkozni valószínűleg nem kell, vagy holnap borotválkozok. Aztán nem tudom, mit csinálunk. Kint nem a legjobb az idő, majd mindjárt megmutatom. Megyünk majd bevásárolni, az biztos, de lesz biztos, hogy megebédelünk. Valaki itt van, azt hiszem, hogy a Davis majd mondja, hogy na mindegy, menjünk. Ülünk és semmit teszünk itt a Davis-szel. Nézzük a tévét, vagy mit nézünk, fogalmam nincsen. És a Davis nagyon nézi ezt a... valami film? Látod, mi vagy a tévében? Nem tudom, milyen film. Lejöttem, ideültem, és nézi az egész család. Nem tudom, hogy mi a címe. Amúgy kint, oda nézzél, ilyen elsősre áll az idő. Nem is áll, hanem szerintem csöpög az eső. Mi a helyzet? Várjál. Mit? Az a kamera. Kiveszem a fejedből, na. Úgyhogy meg fogunk most, nem tudom, lehet, hogy ebédelni. Azt tudom, hány óra van, te. Azt tudom, hogy kezdek ilyesleni. Megebédelünk. Aztán megyünk vásárolni. Viszem magammal a szemüveget. Megmutatom nektek a vásárlóba. Talán az árakat egy pár állat. Múltkor ígértem nektek, és még mindig nem tettem meg. Ugye ezt most meg fogom ma tenni. Ki áll a hajam? Hát olyan, mint a... Nem tudom. Na nem a legjobb szerint. Le kéne vágnom, lehet egyenletesen, most ilyen semmilyen, olyan... Mindegy, az a szerencsé, hogy van sok sapkám, úgyhogy felhúzom magam. Lehet, hogy sapkát kéne húznom, úgyhogy nem most járnom, vagy inkább vágjam le, vagy hagyjam meg, lehet, hogy nem is rossz, csak nekem furcsa most. Ne húzzak az a kamerát, ne... Mit csinál? Oda. Na, mindegy, még mielőtt elmegyünk a boltba és bevásárlunk meg, mielőtt eszünk, lehet, hogy szerkesztünk egy kicsit, és mindig kérdezitek, hogy mivel szerkesztem a videókat, úgyhogy lesz, ezt megmutatom nektek. Ja, mit látsz? Ezt látja a kamerának az oldalán, ezt a izét. De rárakodod, látod, hogy a kezedre, és akkor nem esik le a kezedről, és ezt húzogatja. Meg játszik vele a David. Csinálom még akármit, tudod, mit felejtettünk el? Hát feltakarítani te, hát oda nézzél! Itt a haj mindenhol, látod? Valakinek fel kell takarítani. És a Davis felébredt, aztán a feleségem, mert ugye kivette az ágyból, nem tudtad feltakarítani, aztán én meg is felejtettem. Ugye hozzuk a porszívót, aztán porszívózunk.
felporszívoztam, de nem csak ott, hanem mindenhol. Ugye most megmutatom, hogy mit használok én videószerkesztés, ugyanis rettentősökön kérdezitek mindig. Én nem mást használok, mint a Final Cut Pro X-et, ami Windows számítógépen nincsen, csak ezen az Apple Mac számítógépen van sajnos. Úgyhogy akinek ilyen gépe van, azt tudja használni. Na, tehát. Itt vannak a videó felvételeim, az utolsó Seaver volt, látod? Itt be tudod tölteni a memory kártyáról, elmenti a gépre, ki tudod választani, vagy ki tudom választani ugye, hogy mondjuk szombat, péntek, vasárnap, vagy éppen amit filmeztem, aztán itt vannak a videók, és végül is itt szerkesztem, hogy végig tudod nézni, aztán, na minden, a videószerkesztés, majd lehet, egy ilyen másik videót csinálok, hogy valaki rettentően, hogy nélkül, hogy hogyan szerkesztem én a videókat, csak gondoltam, hogy gyorsan megmutatom nektek. Úgyhogy ezt a videót még nem szerkesztettem meg, ez a Seaworld-es. Bár ti most már biztos, hogy láttátok. Ott megy a vonat, látod. Úgyhogy most ennek fogok majd nekiállni és meg fogom szerkeszteni. Még lehet, hogy ebédelt egy nagyon picikét. Oda néz, ott van a delfinek, látod mit csinálnak? Mi helyzet? Már jött a Davis is. Amúgy ő is szeretem szerkeszteni. Ugye? Mindig húzogatja itt ezt a fülbevalót, vagy ezt a hangizét, amit a füledbe raksz. De aztán, még mielőtt elmegyünk, elveszem a szemüveget, mert hát, ha elfelejtem, azt elfelejtem elvinni. Elvettem, ide lerakom az asztalra, szépen, és emlékezni fogunk rá. Te mit csinálsz? Ha nem a fülébe teszi, akkor a szájába teszi ezt a izé-bizé. Na, becsüknem, oda nézzél. Na, gyere ki, ne húzagass, told vissza, vigyázz az ujjadra, vigyázz az ujjadra. Na, menjünk, együnk, vagy szerkesztünk, aztán együnk. Na, menjünk. Készen vagyunk, esik az eső, legalábbis nem annyira nagy csöpög, úgyhogy hoztuk az esernyőt és megyünk bevásárolni, hoztam a szemeget, nem felejtettem el, kicsit megázott vissza, ott a fejemben esett az eső és ráállt a... Úgyhogy ezzel fog nektek filmezni, úgyhogy induljunk. Nagyon nézzél, látom ekkor a limuzin? Ez mindig itt áll, nem tudom, hogy miért, biztos, hogy itt lakik, vagy én nem tudom, de általában mindig itt áll, úgyhogy valószínű, hogy itt lakik minálunk. Úgyhogy nem fér be a garázsba, ugyanis kicsi a garázs, vagy lehet, hogy nagy az autó, attól függ, hogy nézzük. Ne! Dehogy nem. Na, menjünk. Megérkeztünk. Vagyis majdnem megérkeztünk. Itt vagyunk a piros lámpánál. Ott van a bevásárlók, látod az egyik bejárata. És mivel nem ott fogunk bemenni, nem a túloldalt. Azért látunk itt ezen a hátsó részen. Nézd, zöld a lámpa. Hát még itt a hátsó részen, megállunk a túloldalt, ugyanis ott van az, a, ahol bemegyik az az élelmiszerbolt, ahol fogunk menni. És van egy itt a végén, az a Woolworths, meg van itt a másik végén, az meg a Kohl's. De mi a Woolworths megyünk. Ott áll kamion amúgy a végén, az a zöld kamion. Látod, hozták a sonkát. Látod, hozták a sonkát. Na, megérkeztünk! De visz majdnem elaludt már itt hátul. Most elmegyek és kiveszem a babakocsit. Rendben van? Aztán beleülünk, aztán megyünk. Na, menjünk! Ajta. Amúgy még mindig nem esik, kicsikét csöpög az eső. Az elviszik az esernyőt valószínű magunkkal. Biztos, ami biztos. Hello, itt vagyok. Na, oda nézd, behagyja autó én mellém. Én máshol nem volt hely. Jajajaj. Na, mi a helyzet, Miszi? Mi a helyzet? Úgy, így. Esik a első egy kicsit, hogy gyorsan beleülsz, bevezlek, aztán megyünk, jó?
az fél ára. Látod, fél, $2 vagy $4. Ilyen vizet kell venni. Nem ilyen kenyeret veszünk amúgy másfajtát, ez is 250. Nézd, be van árazva. Na itt vagyunk a húsosnál. $12 kilója annak a baloldatnak, a sonkás Weikennek. Aztán, ami sok minden le van most árazva. Do you need to get slung? Slung? Oh, I'm not sure. I'll buy a little bit. Na, oda nézzél, megmutattam, mennyibe kerül a dió, mondjuk $12.50 az zacskóval, látod? Aztán van még ez a pisztácia, $11 zacskó, $17 az a cashew dió, vagy minek hívják. Ezek a magok nagyon drágák amúgy. Ó, te! Mondom nézzél, 9,91 kiló, ez a parac. Úgyhogy ilyen valószínűleg veszünk, az a másik is olyan nagyon drága. Aztán oda nézzél, ez a kukorica, $6.50 kerül ez a kukorica ebbe a tálba, látod? 425 grammos, meg van pucolva. Amúgy ilyen megpucolatlan nem nagyon lehet kapni, mert hogy neked kell megpucolni, hogy haza vissza, csak ilyen dobozban mindig. Általában ilyen $3-4 vagy $6.50, ahogy látod. Aztán az eper most nagyon olcsó, $1-5, oda néz, nagyon jó át. Kivéve a málna. Az 6,90 a málna. Na, nem más kell venni, mint sajtot. Ilyen sajtot, ezt a sajtot. Ami le van árazva, $4.50-re, 6,45-re. Ezt. Aztán látom, hogy ilyenfajta sajt van, 7,39, 7,40. Aztán van ilyen fajtáma, ez $10, $11, látod? Van reszelt sajt, $6, de van állat, amit 7,50, $9. Ez a nagy 9. Úgyhogy... Mi kell még? Vaj! Na, már nem lerakjuk ide. Vaj, attól függ melyik. Van $8, de van $3 is. Hogyha le van árazva, látod, ez $4-ról le van árazva most a $3-ra. Általában ezt szoktuk venni. Aztán itt van a reggeli, amit eszik a Lucas-nek, a Davis-nek a felesége, mindent nem szeretek. Ezek az olcsóbbik, ez a Woolworth-telik, az Indigo olcsó, az 2,50. Aztán van itt $5, de most le van árazva $3-ra. Ez a nagyobb, ez $7-ra kerül, ahogy látod. Ez is $7.659. Aztán még milyen fajta van, $5. Ez az 5-ről 3-ra van leárazva. Aztán ezt szoktam igenni, amit össze ezt a Nutri-Brine-eset. Nem is tudom, mennyibe kerül, nincs itt az ára, hasonlom, hogy $4. Ami sokszor mindig le van árazva minden. 3,50, 5,50. Úgyhogy megyünk tovább. Ami itt van sok ilyen sütős izé. Aztán itt vannak a kávék. Látod, ilyen fajta kávék vannak. 36,50 ez. Nem, ez 37. $30, 18,40. Le van árazva, 18,40, 14,50-re. Úgyhogy ilyen kávék vannak. Aztán vannak ezek a kávék, filára van leárazva, oda nézd, látod? 18,39-ről $9-ra. Van ez 24-ér. Inszér, várjál, Nescafé. $17. Aztán itt vagyunk a vizes részen, $11, ez a víz, amit mi veszünk. Ez $11, 24-es, 600 millis. Van itt $7 négy üveges. Mindenféle fajta víz van amúgy. Kókuszos víz, angós víz, dinnyés víz. Aztán ezek az üveges ízek.
Oh, de jó. Ha nézzük a Pepsi-t, 2-t kapsz, 3 dollár lesz az 1.25-esre, ami 2.20 az egy üveggel. Fanta 4.10, ez a 2 literes 4 dollár 10. Aztán nem is tudom, hogy 2 dollár, az a 2 dollár, látod, az a szóló. Na, itt vagy, ha nézzük az energiaitalakat is. Beszüntették a Red Bullt, amit én szeretek. Ezek vannak ilyen árban. Aj te, csak ez a sárga Red Bull van, amit nem szeretek. Meg van ez a sima 10-20-ért, ez a 4-es. Aztán ezt a konzervet, nem ezt, melyiket szeretem? Ezt szeretem, 2.90, ez is le van árazva. Mennyiről? 3 dollár valamivel. Meg ezt a virsit is szoktuk enni, ezt a kis virsit. Ez is 3 dollárra van leárazva, 3.30-ról. Vége, legyünk hozzáfelé, te nagyon nem szeretem ezt a vasárnapi bevásárlást, mindig olyan sokáig tart. Amúgy az eső nem esik, elállt, nem is csöpög, úgyhogy jó az idő. Hazamegyünk, kipakolunk, ami próbáltam nektek sok mindent lefilmezni az árakat, remélem, hogy sikerült. Aztán a legközelebb lehet, hogy filmezek még többet nektek. Hogyha valakit érdekel, lehet, hogy valami más filmezek. Mondta, hogy le fogom filmezni a TV árakat, számítógép árakat, vagy elektronikai árakat majd a másik boltba, de nem ebbe. Ova most ma nem megyünk, majd talán legközelebb. Talán jövő héten. Na, zöld a lámpa, is, hogy menjünk. Olyan nézzél, várunk a liftre, mi van itt? Hoztak új képet a falra. Látod? Ilyen szép asztalt újságokkal. Tiszta olyan, mintha ilyen otthonias érzése van itt ez most az egésznek. Ja, na mindent, megjött a lift, úgyhogy menjünk. Hozzáérkeztünk, te olyan meleg van, elállt az eső, és komolyan mondom, hogy olyan párás az idő, olyan, nem tudom, ezt le kéne mindjárt vetnem. Kinyitottam az ablakot itt az előbb, hogy ezt az ajtót, ezt az elhúzhatósat, és pont azt mondtam, hogy nem bántjuk a számítógépet. Nem azt mondtam? Nem azt mondtam, de már ezerszer elmondtam, hogy nem bántjuk. Ez az enyém, nem a tiéd, nem taperálunk. Véletlen valamit letörölsz, és gyere, mit hoztál te? És épp azt mondtam, hogy ha nem lenne ilyen babakocsink, te. Én nem is tudom, hogy pakolnánk fel, komolyan mondtam. Az autóban egy 3-4-et biztos kéne gondolni, hogy szacsokat felhozni egyenként, vagy kettesével, hármasával, nem tudom, annyit kéne fordulni. De mondjuk azért vannak lenne ezek a bevásárlókocsik, de meg vissza kell vinni, úgyhogy 7 hónap, még van 7 hónapunk, addig kell találnunk, nem kell, fogunk találni valamit, és házba fogunk költözni. Épp ezt kérdezte valaki, hogy házba költözünk, vagy lakás, házba, mindenképpen házba. Úgyhogy lakás az elég volt. Na, úgyhogy most segítek itt elpakolni. És utána nem tudom, mit csinálunk. Lehet, hogy a Lucas, nem, mi megyünk át a Lucas megnézni, és a szüleimnél aludt, ugye. Úgyhogy átmegyünk meg valószínűleg megnézni a Lucas-t, hazajövünk, és nem tudom, mit csinálunk. Valószínűleg tévét nézünk, csak ilyen nyugodt délutánunk lesz ma. Lement a nap, van nézzel, besötétenet, te! Néztünk valami filmet, legalábbis így néztük, meg játszottunk, meg minden ilyen, mutatom melyiket. Ezt a filmet. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem emlékszik rá, ilyen régebbi film, és nem a legjobb, már régebben láttam, de. Ezt néztük. Ezt a mai videót én itt most befejezem. A hajamat néztem az előbb a tükörbe. Én nem tudom, én nagyon nem vagyok vele kibékülve. Olyan ilyen, nem tudom, ilyen egyenes vagy. Próbáltam, hogy levágni a szélét, de... Na milyen. Úgyhogy lehet, hogy legközelebb levágom az egészet. Ma meglátjuk. Amíg ide írjátok meg kommentben, mit gondoltok róla. Meg kéne növeszteni egy kicsit jobban, vagy nem olyan rossz. Így, vagy inkább legyen az egész egyforma aztán. Nem tudom. Azt lehet, hogy azért meg kicsit furcsa. Olyan a hajam, mint régen. Régen volt ilyen hülye hajam, csak ilyen fufum is volt el, mint a pacinak. Úgyhogy ezt a mai videót én most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!